Szavaztok srácok, Csipi vagyok, és akkor nem maradt más hátra ebből a négy Prime ikon leosztásban, amit most kaptunk, mint Ronaldinho Gaucho, ugye a Brazil Zseni 94-es LV kártyát kapott Prime ikonként, istentelen, tehát hihetetlen kártya, legalább négyszer, vagy ötször játszottunk már vele draftba, brutál. a no, sétinget, kértek ide is, ugye, és 60-as chemistry -t. hát ezt úgy oldottuk meg, hogy a nagyja az ugye Bundesliga, abból is itt van egy csomó Borussia Dortmundos, úgyhogy itt hiperlinkek vannak. De betettünk egy cd et ide egy cd ide egy, CD egy kapus, szóval alig vannak poszton a játékosok. Így is kijött a 60-as kemi, mindenki kellett ez az SBC-hez. Kicsit drágább volt, mint az előző már. De hát, jó, ha csak 20 meccsre is, de a szerintem annyit megér, hogy legalább kipróbálhassuk, hogy milyen ez a kártya. De hát mondom, draft már használtuk jó párszor, úgyhogy brutál, brutál a srác. 4 csillag, 5 csillag. Jó sok, jó sok csapatban játszott, ugye, főleg így a vége felé. De hát visszavonult, úgyhogy lehet, hogy lesz ebből még end of a kártya is, szóval a FIFA vége felé még jöhetnek ilyen okosságok. Ronaldinho ugye ebből a, ebből a kék lila változatba. Hát defending az nem túl jó, de hát ugye ő bal támadó. Agility 94, bal control 95, 90, hihetetlen brutál. 93-as finishing, 92-es rövid passz, atom. Atom a srác, csak ezeket a 20 meccses változatokat kapjuk meg, ezekért az SBC-kért. Finom lenne a rendes változat is, hogyha a csapatba kerülhetne, de hát nagyon drágák ezek az SBC-k, úgyhogy... Ja, mi csövesek vagyunk, nekünk ezek maradnak, ezek a loan verziók, de majd a VL-be, hogyha esetleg vl fogunk, akkor bevetjük őket. Na srácok, ennyi lett volna most ez a négy loan ikon. szerintem normális változat egyikre se lesz pénzünk, hogy megcsináljuk, talán erre a de ugye álltok Hernández jobb nála. Minden esetre, ha tetszett, dobj egy lájkot. Like Csipi voltam, szevasztok!